Üdvözöljük Önöket, hölgyeim és uraim! Üdvözlök mindenkit én is! Szerbusz, Reni! Örülök, hogy ismét veled dolgozhatom. A mai napon, hát már egy nagyon modern ételt fogunk elkészíteni, de valahol a tradíciókból fogunk merítkezni, egy rizses húst egy kicsit átformálunk. Hát a risottót fogjuk átformálni. Gyakorlatilag magát a risottót fogjuk átformálni. Egy nagyon erős fúzionális konyhát hozunk, az olasz risottót megcsináljuk lecsóval. És teszünk a tetejére egy kis szűzet. A szűzet pedig nagyon csúnya szóval szúvidával fogjuk elkészíteni. Pontosabban már el is készítettük, csak regenerálni fogjuk, de elmondom majd a készítési folyamatát. Először is nézzük, hogy Reni hogy készíti a risottót. A risottónak az alapja mindenféleképpen egy kis olívaolaj. Annyit tegyünk a gyorsforralóba, hogy éppen ellepje. Ahogyan átmelegszik az olívaolaj, teszünk hozzá hagymát, és már is halljuk, hogy herceg. Ez az étel, amit el fogunk készíteni, ez egy személyre fog szólni, hogyha risottóval dolgozunk, körülbelül a rizs mennyisége az ilyen 6 dekányi per fő legyen. Szépen átforgatjuk a hagymát, ez gyakorlatilag ebben a forró olajban már meg is történt, hozzáadjuk a rizsünket. Ugye, ha risottót főzünk, vagy egy jó rizs szeretnének készíteni, akkor mindenféleképpen egy kerekszemű rizst használjanak hozzá. Ne azt keressék a feliraton, a doboznak vagy az acskónak a feliratán, hogy kerekszemű rizs, hanem azt keressék rajta, hogy arborio. Ez van ráírva, az arborio rizsfajta a legjobb a risotto elkészítéséhez. Most gyakorlatilag Reni a rizset átpirítja egy picit az olajon, a hagymával együtt, és utána tesz hozzá egy pici fehérbort. Ha borral dolgoznak, akkor mindenféleképpen fehérborból legalább 700 forint felettit, vörösborból pedig 1000-1200 forint felettit vásároljanak. Rossz minőségűvel borból se főzzenek, úgy, ahogy semmilyen rossz minőségű alapanyagot mellőzzenek a konyhájukból. Fölöntjük egy kis fehérborral, addig kavargatjuk, míg a fehér borunk gyakorlatilag el nem tűnik, a gyorsforralónknak az alján egy ilyen picit krémes, tejszínű filmréteg nem képződik. Ezt már gyakorlatilag mindjárt el is érjük, és ha ez megtörténik, akkor fölöntjük alaplével, amit már oda tettünk melegedni. Azt hiszem, hogy már mehetünk. Hogy ellepje. Mindegy. Jól ellepje. Tökéletes. Összekavarjuk. Adunk hozzá egy pici sót és borsot. És figyelünk arra, hogy amikor elfővi az alaplevet, akkor újra felöntjük. Addig ismételjük ezt a folyamatot, amíg el nem készül a rizsunk. A risotto krémességét az gyakorlatilag majd a legvégén hozzáadott vaj fogja adni. Ennek a risottónak a lecsó lesz gyakorlatilag a másik alkotóeleme, illetve teszünk rá egy hús darabot, ugye ettől lesz majd rizses húsunk. Ez a hús, ez pedig sertészűzből fog készülni. Pontosabban már elkészítettük, ugye ez a sous vide nevezetű technológiával készült el. Ez 62 fokon 3 óra 15 percet töltött ez a húsunk egy vízfürdőben, levákumozott állapotban, és ez a kihűtés után így néz ki. Ehhez a húshoz nem adtunk semmi más, csak sót, borsot, egy pici fokhagymát és egy ágkakukkfüvet. Időközben Reninek elfőtt egy kicsit az alapleve, és már pótolja is. Én pedig, amíg készül a risotto, ezt a húst, ezt regenerálni fogom, beállítok itt egy gépet, ami szúvidálni is tud. 62 fokra, és bele fogom így a vákumban már elkészített húsunkat helyezni, hogy gyakorlatilag a húsnak a maghőmérséklete,
az utolsó befejező fázisa előtt, ami egy serpenyőben sütés, egy serpenyőben kérgesítés lesz, a mag hőmérséklete elérje legalább már a 62 fokot. És amíg regenerálódik a húsunk, addig felkészülünk a díszítésre. Felkészülünk a tálaláshoz, igen, és kaliforniai paprikát felszeletelünk. Ugye már a lecsónkat azt elkészítettük. Amikor a risottót készítünk, ugye megborsoztuk az elején. Szintén ugyanazt tudom mondani, mint a többi ételünknél nagyjából, akik kétszer-háromszor is fűszerezhetünk. Ugye ehhez az ételhez még érkezni fog vaj, ami sótlan vaj lesz, és a sóságot alapból le fogja tompítani. Érkezni fog hozzá egy kis grana padano sajt, ami viszont a sóságot, az ízt fokozni fogja, és érkezni fog még hozzá egy fűszeres lecsó, ami szintén befolyásolni fogja az ízt. Tehát egy első alapfűszerezés után én biztosan nem kóstolnék, csak akkor, mikor már minden összetevő belekerült ebbe a risottóba, és utána nagyon fontos eleme, nagyon fontos állomása a risotto készítésének az, hogy pihentessük le a risottónkat, tudja magába szívni az ízeket, a folyadékot, és gyakorlatilag egy 2 perces pihentetés a risottóval még azért csodákra képes. És akkor sajt, vaj. Így van, tegyünk hozzá vajat. Ne zavarja önöket, hogy most krémes még, vagy ilyen az állaga, ugye ezt le fogjuk pihentetni, kap majd egy fedőt, és akkor szépen a rizs magába szívja a történetet, de előtte még hozzáadjuk a már elkészített lecsónkat. Elkészült a risottónk, most jön a lefedés, fedjük le most itt tányérra, jó, vegyük ki belőle a kanalat. És akkor ezt félretesszük. Hagy pihenjen, jöhet a serpenyő, elkészítjük a szűzünket, ami már regenerálódik egy ideje. Jó, és akkor most kérget sütünk a húsunkra, szintén feltesszük a serpenyőt, hagy hevüljön, öntünk hozzá bármilyen olajat, lehet ez akár napraforgóolaj is, lehet olívaolaj is. Tehát kapott egy kérget már most. Ugye ezt a húst nem kell készre sütni, mert ez már készen volt. Most csak kérget teszünk rá, meg még adunk hozzá egy pici plusz ízt. A szójaszót fog hozzáönteni Reni egy kicsit. Jó, oké, és húzzuk is le azonnal a tűzről. Átforgatjuk benne, jó, szépen felhabzott, gyorsan. Ne égessük annyira. Kicsit föltapad rá. Ez megadja azt a plusz 10, amire nekünk itt még szükségünk van. Készen is van, jöhet a deszkára. Én pedig felszeletelem. Nézzük meg a risottót. Látják, kedves nézőink, gyönyörűen fölvette a rizs azt a nedvességet, amit még úgy láttunk, mintha ez egy leveses cucc lett volna, és ráadásul hozzá is érkezett a lecsó. És készen van a rizses húsunk, amit kicsit átdolgoztunk. Attól lett szabolcsi, hogy mi szabolcsiak csináltuk meg.
Jó étvágyat, jó étvágyat kívánunk hozzá! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.